És valóban ez itt a nagy kép, Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban, és amiről ma szó lesz, az nem a nagyvilág, bár háború van változatlanul Ukrajnában, háború van a Közel-Keleten, a belpolitika október 23-án szokás szerint meghűlt, ennek ellenére most valami olyasmiről fogunk beszélni, ami a mindennapi életünket jobban meghatározza, mint ezek az egyébként roppant fajsúlyos kérdések, leszámítva természetesen az október 23-ai politikai meghűlést, ez pedig a munka. És az, hogy mi magyarok, nyugati emberek hogyan is élünk a mindennapjainkat, az a tevékenység, amely napjainknak a talán a nagyobb részét kiteszi, az miként is áll, és ennek az egyik apropója Modla Zsuzsa, aki itt ül velünk, szervusz! Sziasztok! Aki írt egy könyvet a főnökökről, Pokoli főnökök. Pokoli? Tehát tényleg így kell kezdeni? Hát ez a könyv címe, Pokoli főnökök, igen. De hát lehetne angyali is, nem? Meg mennyben való főnökök. Ilyennel nem találkoztál? Hát a könyv írása során nem, de ez egy nagyon jogos felvetés, és ezt akkor le is csapom annyiban, hogy szerintem fontos arról beszélni, hogy jó főnöknek lenni, az azért nagyban tanulható, és a könyv maga is a címével ellentétben egyébként optimista igyekszik lenni, és a legalábbis az én reményeim szerint, meg azok szerint, akik már olvasták, segíthetik az erre nyitott vezetőket abban, hogy jobban funkcionáló főnökök legyenek. Na jó, ez egy kis betekintés volt, mint egy ajánlat a könyvhöz és a mai témákhoz. De figyelj, ha valaki Pokoli főnökök címmel ír könyvet, akkor feltételezhetjük, hogy valamilyen traumatikus élménye lehet. Igen, a traumájaira Zsuzsának még térjünk vissza, csak az annyit szeretnék a műsorról elmondani, és természetesen megpróbáljuk a témát kitágítani az elkövetkezendő két órában, tehát beszélni fogunk úgy általában a munkáról, a munkavégzésről, így 2023-ban, Covid után, az, hogy ez miként tölti ki a mindennapjainkat, milyen típusok vannak most, mi az, ami változás az elmúlt évekhez képest, szóba fog hozni a generációkat, és természetesen akkor térjünk vissza ehhez az aspektusához a kérdésnek, a főnök beosztott viszonyhoz, amelyik ugye tényleg alapjaiban határozza meg egy embernek a kedvét, a hangulatát, a magánéletét, a saját családjához való hozzáállását, és ezen keresztül mindent, amit mondjuk a nagyvilágból érzékel, és ahogy mondjuk döntéshozó a közösség egészeként is. Tehát akkor térjünk oda vissza, amit Robi akkor előbb elkezdett. Mik a személyes motivációk? Van-e ebben valami személyes trauma? Hát nekem voltak rossz főnökeim, de ez egyébként annyira nem meglepő, vagy annyira nem merendhagyó. A nyáron jött ki egyébként egy állásportál által rendelt kutatás. Én ezt pont akkor olvastam, amikor az utolsó simításokat végeztem a könyvön, és ez szerint a kutatás szerint is a Magyarországon az emberek elsősorban a vezetőjükkel való rossz kapcsolat miatt váltanak munkahelyet, vagy mondanak fel. De egyébként a következő három tényező is, ami miatt az emberek általában felmondanak, összefüggésbe hozható a vezetővel, vagy a vezető készségeinek, képességeinek a hiányaival, mert hogy a második az elismerés és a pozitív visszajelzések hiánya, ez egyértelműen egy ilyen people management skill, illetve hát ennek a hiányáról beszélünk. A túl sok stressz és a kiégés, ez a harmadik, és nem akarok senkit elkeseríteni, meg nem akarok itt a vezetőkre hárítani mindent, de ez is nagyban egyébként a vezetőn áll, mert hogy vannak bizonyos védő tényezők, amikkel ellensúlyozhatná egyébként alapvetően a stressz tényezőket, amik a kiégéshez vezetnek. És a következő az pedig a rossz munkahelyi légkör és a munkatársi kapcsolatok volt, ami szintén sajnos a vezetőn is áll, hogy akkor ezeket hogyan menedzseli. És az utolsó volt, már úgy értem, hogy
mint az első ötöt említem meg, a fizetés, amiben egy kicsit megengedő vagyok, tehát azt gondolom, hogy arról nem feltétlenül, vagy nem kizárólag, vagy nem csak a vezető tehet, hogy alapvetően Magyarországon rosszul keresünk. Oké, most ugye akkor arra jutottunk, hogy az, hogy hogyan érzi magát egy munkavállaló vagy munkahelyen, az nagyon jelentős részt a főnökétől is függ. Sőt, hát ugye itt felsoroltál 5 pontot, amiből 4-re azt mondtad, hogy jelentős szerepe van a vezetőnek, vagy a főnöknek. Akkor kezdjük onnan, hogy mit gondolsz, hogy mi dönti el, hogy egy főnök pokoli, vagy nem pokoli, mitől lesz, vagy ilyen nagyon egyszerűen fogalmazom, mitől lesz valaki jó főnök, vagy mitől lesz valaki rossz főnök? Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ahogy te fogalmazod, hogy nagy részt függ ezektől a szerkezeti sajátosságoktól, vagy a vezetőtől, mert hogy azt ne hallgassuk el, hogy függ az egyén megélésétől is természetesen. De azt gondolom, hogy az is nagyon leegyszerűsítő, amikor azt mondjuk, hogy ő túlérzékeny valaki, és azért vannak neki konfliktusai a munkahelyén, vagy azért él meg bizonyos dolgokat rosszul. Tehát alapvetően mondhatjuk, hogy szubjektív annak a megélése, hogy a főnökön milyen, hogy a főnökön pokolia vagy angyali, de azért vannak olyan faktorok, olyan tényezők, amik azért relatíve objektíven körülírható, és hogyha megengeditek, vagy megengeded, Robi, akkor inkább, nagyon kedves, akkor lehet, hogy pozitív oldalról világítanám inkább meg, tehát hogy mitől lesz valaki jó vezető, és akkor ennek nyilván ugye az ellentéte az, amitől valaki szerintem rossz vezető. Mindenek előtt bár azt gondolnánk, hogy ez alapvető, de nem, higgyétek el, az én interjús tapasztalataim szerint sem. A szakmai tudás, tehát ez azért elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen. És akkor a következők pedig... Ez biztos egyébként? Lehet valaki mondjuk olyan menedzser, olyan vezető, olyan hatással bíró személy a többiekre, aki nem kompetens abban a tevékenységben, amit egyébként végeznek? Szerintem azért valamiféle hozzáértés mindenképpen kell. Én nem gondolom, hogy neki kell a legjobban értenie mindenhez, de azért valamiféle tudása kell, hogy legyen. Ez egyébként jól ellensúlyozható, ezek a bizonyos hard skill-ek amúgy jól ellensúlyozhatóak azzal, amire rá akartam térni, ezek a bizonyos people management, vagy vezetői, vezetési emberek vezetésének a készségei. És ebben egyébként arra támaszkodnék, van egy interjú a könyvemben Steve Tedalis nevű amerikai közgazdásszal, a Berkeley-n tanít, és amikor éppen nem ott tanított, akkor egyébként az Amazonnál, meg az eBay-nél volt menedzser. Ők egy chicagói kollégájával írtak egy tanulmányt, ami azt az összefüggést vizsgálja, hogy a people management skilleket, azok hiánya hogyan befolyásolja a lemorzsolódást a menedzser alatt. És ők, az ő kutatásukban jelennek meg ezek a bizonyos attribútumok, amiket én most megosztok veletek. Ez a például, hogy a vezető világos elvárásokat fogalmaz meg, hogy a vezető támogatja a karrierépítést, hogy a vezető coachingot biztosít, hogy a vezető bevonja a kollégákat, tehát ad befolyásolási képességet, vagy növeli a befolyásolási képességet, hogy alapvetően hiteles, tehát hogy megbízom benne, és egy pozitív attitűdöt képvisel. Tehát ezek azok a dolgok, amiket mondjuk én alapból kiemelnék, hogy a jó vezetőt teszi, és akkor még ehhez nyilván a rugalmas alkalmazkodó képesség, meg a flexibilis változás kezelés, de meg még sorolhatnánk, de azt gondolom, hogy ez a néhány, vagy ez az említett 5 tényező, ez mindenképpen az, ami a jó vezetőt teszi. Néma csönd. Néma csönd, igen, mert azt hittem, hogy te tovább fogod fűzni innentől. Hát tovább fűzhetem, hogyha gondoljátok. Nem, a Robira gondoltam itt, és az előző kérdésére, és az én előbbi belekotnyereskedésemre a szakmai skilleket tekintve, csak azért volt jó, hogy ezt mondtad, mert nekünk van egyébként ilyen meggyőződésünk, hogy annak ellenére, hogy a vezetéshez vezetni kell elsősorban tudni, az a főnök, akinek nincsen azzal kapcsolatban semmiféle tudása, hogy mit csinálnak az ő munkatársai, az végül is horrort fog okozni a munkahelyen, és majd
beszélni fogunk itt még egyéb szakértőkkel, hogy a munka értelme manapság micsoda, meg hogy mi az, amivel foglalkozunk, mi az értelme a tevékenységünknek. Erre tudom, mit akartam kérdezni. Itt elhangzott legalább kétszer, de hát, hogy háromszor, ez a people management skill, ami nagyon tök jó. Csonya, igen. Igen, én azt akartam mondani, hogy inkább tök jól hangzik. Ezt nem jegyeztem meg. Igen, de hogy oké, most viccelődtünk e körül joggal, de hogy ez mit jelent valójában? Mi az, hogy people management skill? Mi van e mögött? Mit jelent ez mondjuk így a mindennapok nyelvén, vagy a mindennapok valóságában? Hát szerintem nagyjából egészében azt, amit felsoroltam, tehát az, hogy az egyén, ez a bizonyos arra felkent vezető, az képes arra, hogy az embereit támogassa, hogy az embereit vezesse, hogy az embereivel egy olyan kapcsolatot alakítson ki, hogy ők akarjanak vele dolgozni, és jól teljesítsenek. Tehát mondok egy példát, amikor ugye azt mondom, hogy a vezető támogatja a karrierépítésem, ugye ez a Tedeliszék tanulmányában megjelent. Ez egy tipikusan olyan dolog, szerintem, hogy egy jó vezetőnek ezt látnia kell, hogy a csapatában az egyes munkatársaknak milyen készségei, milyen képességei, milyen hiányosságai vannak. És abban kell segítse az alkalmazottját, a beosztottját, a munkatársát, hogy reális karrierterveket szüljön, vagy reális karriertervei legyenek, és abban segítse, hogy ezek felé tulajdonképpen eljusson. Szerintem ez egy nagyfokú empátiát igényel egyébként, hogy jobban értsük egész egyszerűen azokat, akikkel töltjük a mindennapjainkat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a bizonyos angolul használjuk people management skill-ek, ez lényegében az alá a nagy ernyő alá besorolható készségek, amiket érzelmi intelligenciaként írunk talán. Tehát, hogy magyarul egy főnök, aki mondjuk jónak nevezünk, az érti azokat, érti, hogy mi az a közeg, amiben van, hogy azok az emberek, akik abban a közegben vannak, mit tudnak és mit nem, és azt a mondjuk így egymáshoz kapcsolódást meg tudja szervezni, hogy ennek a tudásnak, vagy megértésnek a birtokában ezek tudja irányítani, vagy tudja beosztani, hogy működjön az a szervezet? Nagyjából erről van szó? Igen. De ez a fajta empátia, vagy az empátia, az ugye nyilván nem csak ahhoz kell, hogy a csapatomon belül, hogy a szervezetemen belül jól irányítsam az embereket, és jó döntéseket hozzak, hanem abban is segít, hogy értsem a világot, hogy mi zajlódik körülöttem, hogy mi most a realitás, mit mondanak a versenytársak, mifelé megy általában a világ. Tehát amit ugye mondtam, hogy ez a flexibilis változás kezelésnek a képessége, ez szerintem főleg az utóbbi években, de most már mondjuk évtizedben különösen felértékelődött, amikor olyan világban élünk, amivel ugye az András is kezdte, hogy háború itt, háború ott, világjárvány, stb. Mondjad, mert nem csak már emeleti, nem mennék el, szerintem ez még egy picit érdemes bontogatni, hogy mi változott meg egyébként, mert ez egy ilyen toposz, hogy megváltozott a világ az elmúlt 10 évben, főleg az elmúlt mondjuk 3, sőt lassan 4 év, egy csomó mindent átalakított így a munkahelyek világában, hogy mik a legfontosabb dolgok, amik megváltoztak, mik azok azok a szempontok, vagy mik azok az új dolgok, új szempontok, amiket mondjuk egy ilyen flexibilis, működésre képes vezetőnek látnia kell. Hát felteszem, hogy az lehet a legnehezebb, és szerintem az, ami alapvetően megváltozott, hogy újra biztonsági játékos a világ, vagy biztonsági játékos akar lenni. Tehát annyira sok a változás körülötte, hogy igyekszik tulajdonképpen kiszámíthatatlanul, vagy kiszámíthatóan működni, bocsánat. Mert a világ kiszámíthatatlan. És bár mindig is az volt, persze. Ez nyilván azért szembe megy különböző, hogy is mondjam, csak kreatív kísérletezésekkel, és újításokkal, és egyebekkel, és szerintem ebben meglehetősen nehéz lavíroznia egy-egy vezetőnek. Jó. Még van itt pár percünk ebből a blogból, aztán majd beszélni fogunk egy klinikai szakpszichológussal, úgy általában a munkáról, a munkahelyekről, a munkavégzésről mostanság, majd aztán visszatérünk megint rád és a könyvedre. Beszélj egy kicsikét a módszerről, hogy hogyan
kezdted el ezt a könyvet írni, hogyan született meg, kikkel beszéltél közben, és mik voltak a tapasztalatok a könyvírás közben? Az egész úgy kezdődött, hogy én igazából nem akartam ezt a könyvet megírni, én ezt a témát adtam a kiadónak, és meg is mondtam, hogy kivel írassák meg, de ez az illető nem írta, és akkor megkérdezte... Akkor kintele voltál saját magad, végül is ez a legjobb. Kiosztottad főnökként magadnak a feladatot, érted? Nem, akkor megkeresett a kiadó, hogy nem próbálkoznék-e meg én vele, és akkor igazából elkezdtem egy olyan módszertannal dolgozni, ami az én egyébként doktori kutatásomban is csinálok, tehát egy interjús technikát, én csináltam egy kérdőívet, amiben volt egy ilyen kérdés, hogy ha megosztaná a történetét, vagy egy ilyen felhívás, akkor vegye fel velem a kapcsolatot, és ilyen módon elkezdtem interjúalanyagokat, vagy úgynevezett adatközlők gyűjteni, és aztán tulajdonképpen ennek eredményeképpen lett egy csomó teljesen ismeretlen interjú alanyom, aztán természetesen kerültek bele ismerősök, alakult úgy, hogy hallottam valahol egy történetet, és utána mentem. Tehát elindult ez az interjúzás, és lényegében bizonyos rosszul funkcionáló vezetőket, vezető típusokat mutatok be a könyv első felében, és ennek alapjául pedig olyan igazából szolgál valamiféle desk research, hogy úgy mondjam, tehát hogy egy előzetes kutatás. Én azért megnéztem, hogy az angol szász irodalomban, főleg az amerikai irodalomban hogyan közelítenek rá menedzsment elméletben a különböző típusokra. Tehát az interjúim, az adatközlők által elmesélt történeteket én lényegében berendeztem különböző típusok alá, mert hogy ha hiszitek, hanem ugye egy rossz főnök az több rossz tulajdonságot is fel tud mutatni, tehát amikor ugye egy emberrel beszélgettem, akkor ő különböző rosszul funkcionáló főnökökre is reflektált, és akkor én ilyen módon ezeket megszerkesztettem. És aztán pedig a könyv második felében 8 interjúban, 8 szakértő interjúban azokra a jelenségekre próbálunk reflektálni, amik ezen adatközlő interjúk során felmerültek, és akkor itt nagyon vegyesen van interjú, vagy rögzítettem interjút a SOTE Magatartástudományi Intézetnek munkatársaival, akik munkahelyi stresszt kutatnak. Beszélgettünk Bánki Györggyel kifejezetten a narcizmusról, a narcisztikus vezetőkről, az említett Steve Tedelisszel erről, hogy a fluktuáció és ezek a bizonyos people management skill-ek hogyan vannak összefüggésben. Aztán Orvostót Noémival beszélgetek arról, hogy mennyiben határozzák meg a, vagy transzgenerációsan, hogy úgy mondjam, mennyire határozódik meg a karrierünk, stb. Innen folytatjuk. És folytatjuk tovább. Következő vendégünk Kitanics Márk, klinikai szakpszichológus. Hú, ezt nehéz volt kimondani. Jó napot kívánok. Szép, jó napot kívánok mindenkinek. Munkahelyekről, munkáról beszélgettünk mindeddig. Van-e bármi olyan, amit, hogyha így neki szegezik, mármint önnek szegezik a kérdést, hogy az elmúlt években radikális változás történt az emberek munkavégzését illetően, akkor mit mondana? Abszolút van ilyen, hát az a pandémia. És ugye itt a home office, tehát az otthoni munkavégzés az, ami nagyon radikálisan megmozgatta mind az embereket, mind a cégeket. Én azt gondolom, hogy ez az, amire lehet hivatkozni, vagy amit elő lehet a kalapból. És ennek mi a kézzelfogható tünete? Hú, rengeteg. Tehát, hogy egész nap tudnánk erről beszélni. Alapvetően azt gondolom, hogy ennek azért van előnye is, van hátránya is. Tehát azért az előnyei között ott van, hogy az ember kicsit jobban magának tudja beosztani az idejét, de természetesen ez hátrány is lehet, hiszen nagyon sokan nem szeretik beosztani saját maguk idejét, illetve egy kicsit így a napnak a struktúráltsága megszűnik. Ugye, aki otthon dolgozik, az hajlamos arra, hogy azért még nőként berak egy mosást, férfiként még gyorsan elintéz valamit az autóval. Olvastunk már ilyenről, igen. Ismerős helyzetek.
így szétesik a nap, nincs meg az a struktúrája, nem végzi el a munkáját időben, még lehet, hogy este 6-kor is azon bóklászik, mert napközben többször megszakította, tehát ez egy ilyen alapvető hátrány. Aztán ott van megint pozitívunként, de azt, hogy sokszor ugye utazunk, nem kell utazni, az utazásból származó stressz lejön, de ugyanennek megvan a hátrány egy másik oldal, hogy mivel nem bent dolgozunk, ezért nem tudunk társakkal beszélgetni, nincs meg az a stressz csökkentés, amit mondjuk az képvisel, amikor másokkal megbeszéljük a problémáinkat, a dolgainkat, nincs meg a munkai közösség. Ez nagyon jó, hogy mondja, mert ezt pont szerettem volna kérdezni, de akkor itt egy picit bele is vágok. Ugye a munkahelyről azért az egyik első dolog, ami eszünkbe jut, hogy ez egy közösség, olyan embereknek a csoportja, amely nem úgy működik, nem úgy épül föl, mint mondjuk egy baráti kör, főleg nem úgy, mint egy család, viszont egy olyan közösség, amelyen rengeteg időt töltünk el minden nap a héten. Viszont az elmúlt évek következtében, vagy az elmúlt években történt a következtében, ez is átalakult. Ez hogyan alakult? Tehát milyen ma egy munkai közösség? Mi hogy lehet leírni? Mitől más, mint mondjuk évekkel ezelőtt? Én azt gondolom, hogy ziláltabbá váltak. Tehát azért azt gondoljuk, még egy kicsit menjünk még korábbra, hogy mennyire fontos, felemelő szerepe van a munkai közösségnek, akár a dicséretben, akár a segítségben, tehát egy szupervízió biztosítása, szakmai segítség megadása. Tehát egyszerűen meg tudjuk beszélni velük azokat a problémákat, amiben mi lehet, hogy nem vagyunk olyan jók. De hogy menjünk egy kicsit korábbra, mert hogy azt is látjuk, hogy nagyon sokszor technikai megoldások szükségesek, és nem az a munkahelyen ott van a technikus, aki segít, de mondjuk egy otthoni közegben nincs ott, aki segítsen ilyenben. És én azt látom, hogy azok a munkahelyek, amelyek ezt észrevették, és ezt problémának tartják, ezek sietnek ilyenkor a munkavállalóiknak segíteni abban, hogy valami fajta tréningek keretében, továbbképzések keretében azért ez a közösség egy picit megmaradjon, a közösségnek ez az ereje meg tudjon maradni. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye régebben, ez nagyjából a pandémiás korlátozásos évek előtre tehető, a home office engedélyezésében megoszlottak a munkahelyek, megoszlottak a vélemények is, meg megoszlottak a munkahelyek is, ugye olyan értelemben, hogy volt, ahol engedték, volt, ahol nem. Ön mit gondol arról, hogy ez a munkát segíti, vagy inkább hátráltatja az, hogy mondjuk így a home office ennyire elterjedté vált? Ez milyen nehézségeket okoz, és mennyiben tud egyébként előnyt jelenteni a mert hogy egy munkahelyen nyilvánvalóan közösen azért valami fajta együttműködésben végeznek munkát emberek. Így van. Hát nyilvánvaló, hogy ez megint csak szét kell bontani, hiszen egyrészt személyiségfüggő, másrészt pedig munkafüggő is. Tehát alapvetően vannak olyan munkakörök, amelyekben jót tesz, hogyha közösségben tudnak dolgozni, és látják egymást, bármelyik pillanatban tudnak egymással eszmét cserélni. Mert hát természetesen van, aki annyira szélsőségesen introvertált, hogy neki az a jó, hogy egész nap otthon ücsörög egy pizsamába a gép előtt, nem is kell fölkelni onnan. Tehát mondom még egyszer, ez személyiségfüggő is. Bocsánat, most viszont én vágok itt közbe, mert én egyébként simán látom magamat pizsamában otthon ücsörögni, anélkül, hogy bárki hozzám szólna, a kutyát kivéve, hogy tényleg létezik olyan ember, mondom még egyszer, az beleszámítva, hogy én látom magamat így, akinek erre van hosszú távon szüksége, hogy ez önmagában egy olyan élet, amelyet végig lehet élni? Abszolút. Tehát az inger deprivációs vizsgálatok, amelyeket azért már jóval korábban végeztek, azok megmutatják, hogy bizony vannak olyanok, akiknek szinte semmilyen ingere nincsen szükségük. Teljesen optimálisan elműködnek egy teljesen ingerszegény környezetben, és vannak olyanok, akik egy ilyen ingerszegény környezetben meggajdulnak, egyszerűen nem befeszülnek, nem képesek ahhoz alkalmazkodni. Tehát ez abszolút. Ez a szélsőségesen introvertált és szélsőségesen extrovertált között ugye számtalan más kategória is létezik, és bizony vannak ilyenek, akik így akár napokig el vannak, anélkül, hogy bárki hozzájuk szólna. De várjon, én ezek folytatom tovább a kötözködést ezzel kapcsolatban. Nyugodtan, mert hogy, hogy ő komfortosan érzi így magát, ezt aláírom. Akár évekig, akár leéli így az egész életét. De hogy itt nem csupán arról van szó, hogy a többi ember esik ki az ő életéből, hanem minden külső inger, az erdő, a madárfűty, az autó, bármi más, hogy ez mégis teljes életnek mondható? Vagy... Hát az tehát ez változó, mert hogy még egyszer mondom, hogy az emberek idegrendszere másképpen van behúzalozva mindenkié. Tehát akár azt is mondhatjuk, hogy bizony van olyan, akinek nincs szüksége a madárfűtyre, nincs szüksége a környezetére,
teljesen jól el van, és ebben a közegben optimálisan működik. Valaki viszont ettől megbolondul, tehát ezt nem bírja ki. És ezt látjuk hosszú évek tapasztalat alapján, hogy bizony az embereknek eltérő ingermennyiségre van szüksége, ez az eltérő ingermennyiség pedig nagyon szélsőséges mennyiségben különbözhet egymástól. Azt is látni kell, hogy az ember a legalkalmazkodóbb faj. Tehát nem véletlenül hódítottuk meg az egész földet, és sajnos meg fogjuk hódni a világűrt is, és mint a sáskák fogunk elterjedni, pont azért, mert elképesztő alkalmazkodó képesek vagyunk. Ha egy olyan emberre van szükségünk, aki egy űrállomáson egy évig tök egyedül van, akkor találunk olyan embert, aki egy űrállomáson egy évig egyedül van, és nem érdekli. Erről szoktak mondjuk horrorisztikus sci-fi-k szólni, de ez csak így lábjegyzetben mondom. Beszéltünk korábban ugye hát nem csak horizontális viszonyok jellemzik a munkahelyeket, hanem főnök. Köszönöm, András. Úgynevezett főnök beosztotti viszonyok is. Ezek mindig ilyen probléma források. Ezeket hogyan befolyásolta ez az elmúlt néhány ilyen elég turbulens év? Hát igen, a hierarchikus pozíciókat tekintve, hogy azt látjuk, hogy egy munkavállalónak nagyon fontos az, hogy pozitív visszajelzéseket kapjon például a vezetőjétől. Ez mind a szakmai fejlődésével, mind az egyéni életútjával is egy nagyon fontos momentum. Ezt ugye home office-ban viszonylag nehéz megkapni, nehéz kiharcolni. Ez egy probléma lehet alapvetően. Nincs meg az a visszacsatolás, hogy gondoljuk végig, hogy az ember, amikor kommunikál, akkor folyamatosan monitorozza a környezetét. Tehát minden egyes kis nonverbális kommunikációt én beépítek a tudásomba. Látom, hogy a főnököm elhúzza a száját, biztos rossz napja van, rosszul néz. Tehát folyamatos monitorozással látom a saját helyzetemet, saját státuszomat. Ez a home office-ban nincs meg, hiszen e-mailben levelezünk. Vagy esetleg egy monitoron keresztül valami fajta csoportos képzésben veszünk részt. Nem kapjuk meg úgy a visszajelzést, ahogy arra nekünk szükségünk lenne. Ez jó is, hogy ezeket a nonverbális kommunikációs jelzéseket említ, és részben oda kapcsolódnék, amit András is itt pedzegetett, hogy nyilvánvalóan, amikor a home office elterjed, akkor azok a fajta szociális működések, amik egy közösséget jelzik, vagy egy közösséget jellemzik egy munkanapon, azok így eltűnnek. Hogy ennek nincs ilyen elképesztően romboló hatása? Valakire igen, pont erre így van, pont ezt mondtam, hogy vannak olyan személyiségek, akiknek igen, tehát ezek nem bírják, nincs meg a reggeli együtt kávézás, nincs meg az a kis kevegés, nincs meg az elfogadásnak az az érzése, hiszen azt látjuk, hogy egy munkája attól is jó, hogy elfogadnak minket, szakemberként tekintenek ránk, pozitív visszacsatolást kapunk. És vannak emberek, akik ezt nem kapják meg. De bizony vannak olyan emberek, akiket ez nem is érdekel, és nincs is rá szükségük. Eldöntötték magukról, hogy ők jó szakemberek, a pozitív visszajelzésekre nincs szükségük, és egy ilyen nagyon introvertált álláspontból gyakorlatilag úgy nyilatkoznak, hogy nekik teljesen jó. Home office, pizsamázás, a szaraszéjjel ebédelés, és nem kell annyira struktúrát legyen a napjuk. Valakinek viszont elképesztően struktúrát kell legyen a napja, különben szétesik. És nem is feltétlenül erre gondoltam, az ilyen jutalmazások, ilyen nem is büntetések, de talán kritikák, meg ezeknek a finom mozgásoknak a rendszerére, hanem arra, hogy nem változik meg mondjuk az emberek közösségének a működése teljes egészében, szépen lassan, ezek a működések így kivesznek, és egyébként ülünk otthon, és a gépünk előtt egyedül dolgozunk. De hogy nem, csak nekem ezzel egy problémám van, ezt mindenki látja, hogy alapvetően, vagy legalábbis a mi generációnk azt látja, hogy alapvetően rossz irányba megy a világ, de ezt látta a nagyszüleink generációja, a dédszüleink és az übszüleink generációja is ezt látta. Nem tudunk rajta változtatni. Én azt gondolom, hogy a technológiai fejlődés magával viszi a teljes közösségi alkalmazkodásunkat. Én hiába gondolom azt, hogy nem jó irányba megyünk, ez az egy irányban, én nem tudok ezzel mit kezdeni, és nagyon sokan nem tudunk ezzel mit kezdeni. Valóban a mi korosztályunk azt gondolja, hogy a társas kapcsolatoknak egy olyan szintje fog elsüllyedni, amely hat a kommunikációra, ezt látjuk, ahogy a nyelv egyszerűsödik például. Tehát tele van angol kifejezésekkel, egyre egyszerűbb a nyelv, egyre kevesebb finomságot tudunk vele kifejezni, sajnos egy rossz irányba haladunk, így van. Ha már a generációknál tartunk, mindig előkerül, hogy ez egy ilyen toposza a munkaerő piac, meg a munkahelyek világáról való beszédnek, hogy van egy olyan generáció, az Z-generáció, amelyik már egészen más igényekkel lép be, működik, mozog a munkaerőpiacon, vagy a munkahelyek világában. Erről egy picit beszéljen nekünk. Hát igen, ezt én is sokszor hallom, és ilyenkor mindig azon szoktam gondolkodni, hogy ezt a generációt kineveltek ki, hát ezt a generációt mi neveltük ki.
és hogy valószínűleg pont azért, mivel hogy kevés időnk volt arra, hogy erre a generációra odafigyeljen, hogy nagyon sokszor mindenki a saját egyéni ambícióit kergette, ezért gyakorlatilag, mivel nincsenek korlátok ezelőtt a generáció előtt, és nem látja a kereteket, amiben mozognia kell, nem tanítottuk meg nekik, ezért én azt látom, hogy teljes keret és korlátok nélkül egy kicsit így pszichopatizálódott ez a generáció, már elnézést, hogy ezt mondom, de sajnos ez a tény, ezt tapasztaljuk. Ezt azért nem szokták így kimondani. Én viszont azt így kimondom, hogy szeretek így fogalmazni. Oké, de akkor ezt bontsuk is már ki, hogy mit ért ez alatt, hogy pszichopatizálódik. Alapvetően én azt látom, hogy van egy egészséges személyiségfejlődésnek egy útja. Az egészséges személyiségfejlődésnek az útja az is, hogy a reális gondolkodás az így meglegyen. És amikor azt halljuk, hogy fiatalok például teljesen irreálisan kérnek fizetéseket, vagy irreálisan állnak a fizetésre, a kereslethez, ahhoz, hogy mennyit tudnak keresni, akkor én azt gondolom, hogy ez az irrealitás betört az ő képzetáramlásukba, amikor teljesítmény nélkül akarnak elérni dolgokat, amikor mindenki influencer akar lenni, vagy TikToker akar lenni. Hát látjuk azt, hogy ezt így nem lehet megoldani, és azt gondolom, hogy ez a fajta irrealitás az, amire én itt utalni próbáltam, és az a fajta erkölcsi gondolkodási deficit, ami jellemzi ezt a generációt, és a nagy részét. Elnézést kérek, tisztelet a kivételnek, de sajnos ezt látjuk. De ugyanezt mi meghallgattuk a saját. De ettől, igen, ezt akarom mondani, ez miben különbözik attól, hogy ezek a fiatalok, meg a menjetek Borbéhoz, meg... Hát. Gyakorlatilag semmiben, csak abban, hogy egyre inkább lazul ez az erkölcsi gondolkodás, egyre inkább a társas normákhoz való kapcsolatunk és viszonyunk egyre silányabbá válik, ez évről évre épül le. Tehát nem, ezt én értem, de szerintem, bocsánat, de talán az András arra gondolt, hogy amit ön most mond, az nem egyszerűen csak a szokásos bezzeg az én időmben típusú érvelés, bocsánat, csak hadd fejezem be a kérdést, hogy igen. Itt van-e valóban egy valamilyen ennél nagyobb törés? Igen, én azt gondolom, hogy az ennél nagyobb törés az az egyre nagyobb gyorsulása a technikai fejlődésünknek, és gyakorlatilag a mi egyéni ambícióink is egyre gyorsabban kell változzanak, és pont ez a felgyorsultság az, amire én hivatkozom. Tehát, hogy az előző generációkban szerintem kisebb volt ez a sebesség, és éppen ezért kisebb volt a különbség is. És egyre inkább nyílik ez az olló az erkölcsi gondolkodás, az alkalmazkodás tekintetében, és ez az, amikor elérünk egy olyan szintet, amikor már egy 20 éves azt mondja, hogy egy 16 évesen nem tud kommunikálni. Azért régen legalább a generációk egymással tudtak kommunikálni. Tehát akkor az az ön állítása, hogy soha nem volt generációk között ekkora szakadék, mint most? Igen, és a következő generáció meg még nagyobb lesz. Folyamatosan egyre nagyobbá válik ez a szakadék, így van. És hogyha egy picit elszakadunk a munkahelyek világától, és mondjuk az önállítására alapozunk, akkor ennek egyébként még milyen társadalmi következményei vannak? Mert hogy szerintem akkor érdemes egy picit erről is szót ejteni. Ennek az önállítása szerint soha eddig nem tapasztalt generációk közti szakadéknak. Hát én szerintem az egyik legnagyobb hátrány az a társadalom teljes mértékű és szélsőséges individualizációja. Tehát amikor olyan narcisztikus vonások, gondoljuk bele, hogy mostanában egyre többet olvasunk arról, most már mindenki narcisztikus, mindenki náci. Két része oszlik a társadalom, egyik fel a náci, a másik meg szemben a náci. A másik meg a náci. Lehet hallani. Így van, ezt lehet olvasni mindenhol, állandóan ezzel jönnek. És én pont erről azt gondolom, hogy ez a fajta individualizmus, ami jellemzi a mi társadalmunkat, ez nagyon rossz irányba vezet, és pont ennek az egyik szélsőséges iránya az, hogy mindenki saját magával van elfoglalva, kevésbé a közösséggel, a társadalommal, tehát a kollektivizmusnak a csírája is eltűnt az életünkből sajnos. Nehéz közösségeket összefogni, nehéz előadásokra embereket szervezni, egy-két kivételtől eltekintve. Ennek... Ha térjünk vissza egy kicsikét a munkahelyekre, ennek azért nem áll valahol az a központjában, hogy a munka, mint olyan, az egy olyan tevékenységé vált, amelynek az értelmét az embereknek legalábbis jelentős része, és mondjuk hangsúlyosan a nyugati világban folyamatosan kutatja. Tehát amíg mondjuk be kell vetnem az adott földarabot, akkor teljesen egyértelmű, hogy az én munkámnak... Abszolút értem a kérdést, és nagyon jó kérdés, és nagyon jó meglátás valóban. Tehát ezt nagyon sokszor szoktam több előadásaimmal jelezni, hogy ugye a probléma az, hogy most már egyre inkább specializálódik a tudomány, egyre inkább specializálódik minden, és mi egyre kisebb részterületekhez értünk. Nem látjuk az egészet, az egységet. Régen, amikor volt egy manufaktúra, vagy egy cég,
hogy gyakorlatilag látta a munkás azt is, hogy bejön az anyag, meg kimegy a késztermék. Gyakorlatilag most semmit nem látunk ebből, mindenki, aki saját dolgával foglalkozik, és egyre specializáltabb munkakörökre van szükség, ráadásul folyamatos rettegésben vagyunk, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével vajon mely szakmák lesznek azok, amelyek teljesen ezt fogják veszíteni a vérvényességüket, és nem lesz rá szükség. Magyarán, tehát, nagyon bizonytalan, nagyon feszült világban megyünk. Tehát magyarán arról beszél, meg talán az András, illetve egészen biztosan arról beszélt, hogy emberek úgy végzik a munkájukat nap mint nap, hogy valójában nem látják annak az értelmét. Így van, és az András kérdése szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és ez egy nagyon fontos horgonyzási pont ennek az egésznek. Ez egyébként hogyan hat vissza arra, és akkor itt visszakanyarodnék, ahonnan kezdtük, hogy ez hogyan hat vissza arra, ahogyan munkahelyek működnek, milyen konfliktusokat hordoz az magában, milyen tipikus olyan munkahelyi konfliktusok származhatnak abból, hogy egyébként emberek mondjuk nem feltétlenül látják azt, hogy amit naponta meg kell csinálniuk, mert egyébként, és ráadásul vannak egzisztenciális félelmeik is, hogy ezt meg kell csinálniuk, hogy egyébként a hónap végén megkapják a fizetésüket, de hogy ennek a munkának egyébként nem biztos, hogy látják az értelmét. Ez milyen típusú konfliktusokat hív elő? Hát én ezt nagyon könnyen le tudom mérni, mert a legtöbbször megkeresnek bizonyos előadás témák, hogy erről tudok-e beszélni, és ebből mostanában a vezető téma lett a burnout, tehát a kiégésnek a problémaköre. És azt gondolom, hogy ennek a burnoutnak, ennek a kiégésnek az egyik legjellemzőbb részlete, hogy az ember nem visz végig egy munkafolyamatot, nem látja az elejétől a végéig, nincsen meg a megfelelő pozitív visszacsatolás ennél fogva. Ez az egyik ilyen legfontosabb. Hogyha még egy picit visszamegyünk, és emlékeztetni szeretnénk mindenkit arra, hogy azt mondtam, hogy a legnagyobb probléma, hogy egyre individualizálódik a társadalmunk, ebben pedig a személyes konfliktusok kibontakozása. Az, hogy két munkai személy egyszerűen összevesznek, és olyan feszültség teremtődik, hogy az összes többi munkavállaló is ott egyre rosszabbul érzi magát. Tehát, hogy ezek mind visszavezethetünk a munkai problémák, akár a személyes egyéni problémákra is, meg akár ezeknek az időszakoknak a változására is, amiről beszéltünk. De ezek a típus konfliktusok nem pont ugyanilyenek voltak, mit tudom én, 50 évvel ezelőtt is? Már arra gondolok, hogy azt mondta, hogy van egy két személy közti konfliktus, ami mondjuk így, ha nem is meg tudja mérgezni, bár igen, akár ez is történhet, de hogy mondjuk egy egész munkát végző kollektívának a működését tudja megnehezíteni. Hát ez a másik legjobb kérdés, igen, én mindig el szoktam mondani, hogy igazából a világunk alapvetően azért nem változik, mert hogyha belegondolunk, akkor mondjuk a 15. századi Párizsban éjszaka ugyanúgy nem lehetett fegyveres kísérlet nélkül kimenni, mint mondjuk most. De tehát, hogy alapvetően tényleg nem változik, viszont amiről én beszéltem az, hogy generációk között lesz egyre nagyobb változás és szakadék. Ugye azért alapvetően az emberi természet önmagában nagyon keveset változik, de a technikai fejlődés pont mivel eltávolodik az emberi személyiség gyors változásától, ezért ott lesz a egyre nagyobb szakadék. Tehát az emberi személyiség változása és a technológiai forradalom között. Visszatérve a burnoutra még egy gondolat erejéig, oké, azonosítottunk egy problémát, nagyjából talán azonosítottuk az egyik legfontosabb okát is. Lehet ezen valamit változtatni, ezen segíteni? Vannak erre technikák, vannak erre törekvések? Akármi? Abszolút, abszolút. Abszolút. Tehát, hogyha azt jeleztem, hogy vannak olyan cégek, akik ezt alapvetően fölismerik, és keresik a pszichológusokat, a trénereket, oktatást szerveznek a dolgozóiknak, tréningeket szerveznek a dolgozóknak, hogy a munkán kívül tudjanak találkozni, legyen egymással kapcsolatosan visszacsatolásuk, kapcsolatuk, kommunikációjuk legyen. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, amikre itt illik odafigyelni, és a cégek egy részein azt gondolom, hogy felismert és oda is figyel rá. Hát az a helyzet, hogy mi ezt folytatnánk még, csak az időnk az, ami menet közben lejárt. Tehát Kitonics Márkkal, klinikai szakpszichológussal beszéltünk a munkaváltozás, a munkafrontjáról. Így lehet összefoglalni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok. Köszönjük, viszont hallásra. És ez itt Változatlan a Nagykép, Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban. Munkáról, munkahelyekről, munkavégzésről, főnökökről, beosztottakról beszélgetünk, tehát olyan dolgokról, amelyek a mindennapjainkat alapvetően határozzák meg, hát talán a föld forgását is, az elkövetkezendő éveket, évtizedeket ezen a világon. Következő vendégünk Nógrádi József, a Trank Walder csoport kereskedelmi igazgatója, munkaerőpiaci szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Jó napot. Szóba került az előző beszélgetéseinkben, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott a munkához való viszony. Nyilvánvalóan ennek a Covid időszaknak
vagy ebben a Covid időszaknak volt szerepe, de alapvetően amúgy is erre ment már egy kicsikét, vagy erre mentek a folyamatok az elmúlt időszakban, hogy ön a munkaerőpiacot pásztálva miként látja, hogy mennyiben forradalmiak azok a változások, amelyek most a munkavégzést illetik? Köszönöm a kérdést. Hát az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy, és ez nem csak a Covid időszakra, hanem már korábban is egy érdekes tendencia volt, hogy gyakorlatilag folyamatosan próbált megújulni a munkaerőpiac, és újabb és újabb trendek lettek tetten érhetőek, ami azt jelenti, hogy megtanultuk, mi az a well-being, elindultunk a home office világába, de lehet azt mondani, hogy fél évente felütötte a fejét valamifajta újabb elképzelés, újabb világmegváltó dolog, amit meg kellett tanulnunk, valamilyen módon integrálnunk kellett, mert ugye a munkaerőpiac pedig ezeket igyekezett valamilyen módon lereagálni. Úgy, hogy közben azt lehetett észrevenni, hogy azért 19-től válságból válságba esett a munkaerőpiac is, tehát először jött az alapanyaghiány, aztán a Covid, aztán az energiaválság, most pedig az infláció, és ezzel együtt egyfajta ilyen recesszió. Megtanultuk, hogy mi az a strukturális munkanélküliség, ugye egy létszámhiány mellett. Megtanultuk azt, hogy bizony reálbér csökkenés is lehet, nem csak arról beszélgetünk, hogy minden évben kétszámjegyű volt a bér növekedés, hanem bizony ennek ellenére reálbér csökkenés is történhet. Tehát én azt veszem észre, és azt látom, hogy egy nagyon gyorsan változó munkaerőpiacon élünk, amire reagálnunk kell tudni, mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak. Tehát, hogy egy szóval válaszoljak, valójában, ha forradalomnak hívjuk, én ezt azért idézőjelbe tenném, de azt mindenféleképpen szeretném megjegyezni, hogy ilyen gyors változások a munkaerőpiacon, mint amit az elmúlt 4-5 évben tapasztalhatunk, korábban nem voltak. Most azon túl, hogy ennek vannak mondjuk világgazdasági, világpolitikai okai, volt a lezárások és korlátozások 2 éve, egyébként ez a villámgyors és ilyen erre-arra forduló változás, ez mire vezethető vissza? Illetve az a kérdésem emellett, illetve ehhez kapcsolódóan, hogyha egy területen, mondjuk a munkaerőpiacon egymás után jönnek az új trendek, meg a világ megváltó elképzelések, ahogy ön mondta, az azt jelzi, hogy ez a bizonyos terület az valahogy nem működik jól. És van, akik úgy érzik, hogy ezt meg kell reformálni. Mi az oka ennek? Mi nem működik jól, vagy mi nem működött jól az elmúlt mondjuk 10 évben a munkaerőpiacon? Felgyorsult a világ. Tehát annyira újabb és újabb technológiák jelennek meg, illetőleg a cégek működésébe is azt látjuk, hogy kezdve a startupok megjelenésétől egészen odáig, hogy nincsen elég munkaerő, ezért a cégek elkezdték az úgynevezett freelancereket alkalmazni, megjelent a digitális nomád kifejezés, tehát hogy ezek mind-mind olyan új irányzatok, elképzelések voltak, amelyek alakították a munkaerőpiacot, és a korábban jól bevált, hogy akkor fiam, ha elhelyezkedel ennél a cégnél, akkor nyugdíjas korodig itt fog dolgozni, mondták a 80-as évek végén, vagy a 90-es évek elején, ez ma már nem működik. Egyszerűen olyan gyorsan alakulnak mind a világpolitika, mind pedig a munkahelyekhez való hozzáállás, mind pedig a generációk váltása, mind-mind életre hívja ezeket a trendeken, hogy az a cég, amelyik ezeket nem tudja jól lekövetni, jól integrálni, egyszerűen versenyhátrány szenved el. És igen, van benne igazság, hogy tény is való, hogy ez a sok új trend, új elképzelés, egyfajta útkeresésről is árulkodik egyben. Tény is való, hogy ennyire gyorsan és szertágozóan változó területet, mint maga a HR piac világa az elmúlt időszakban, nem igazán tudnék mondani. Korábbi beszélgetésünkben, mármint ebben a műsorban, felmerült a generációs aspektusa is a munkahelyek, vagy a munkavilágának, vagy a munkahelyek világának. Arról beszéltünk, hogy miközben persze minden generáció régen is más volt, mint az előző, természetesen más értékeket hallott fontosnak, konfliktusba is került akár a korábbi generációval, felmerült egy olyan szempont, mely szerint talán akkora szakadék
sosem volt generációk között, mint most. Ön ezt hogy látja? Egyrészt osztozik ebben a véleményben, ha pedig igen, akkor mit gondol, hogy miért van ez? Ha nem, akkor természetesen érvelje meg azt, hogy mégsem így van. Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nálunk van iskola szövetkezet is, és fiatalokkal nagyon sokat dolgozunk együtt. Úgyhogy mellette gyártóvállalatoknak is viszünk munkavállalókat, külföldről is hozunk munkavállalókat, illetőleg szellemi munkakörökre is végzünk úgynevezett exekutív kereséseket. Tehát a teljes munkaerőpiacra van rálátásunk, és bizony-bizony látjuk ezeket a sok esetben ordító különbségeket, amelyek a jelöltektől érkezik egyfajta visszajelzésként. Tehát a mostani nevezük Z-generációnak, ugye őt szokták a legtöbben ostromolni ilyen szempontból, és jellemzően azok, akik idősebb generációk fogalmazzák meg ezt a véleményüket, hogy nagyon más a hozzáállásuk bizonyos dolgokhoz. Előjáróban megjegyezném, hogy ma is dőlnek meg világrekordok, illetőleg születnek olyan dolgok, amelyeket ezen Z-generációsok alkotnak, csinálnak és érnek el. Tehát azt nem lehet elvitatni tőlük, hogy igenis fantasztikus eredményeket tudnak letenni az asztalra, hogyha megértjük őket, és tudjunk megfelelő módon hozzájuk szólni. Csak sok esetben a cégeket jellemzően jóval idősebb generációk irányítják, akiknek mások az elvárásai, és elvárnák azt, hogy ugyanazokat a modelleket hozzák a fiatalok, amelyek modell szerint ők annó a munkaerőpiacra beléptek és integrálódtak. És ebből kifolyólag van ez az óriási szakadék, ez a meg nem értettség, illetve tegyük hozzá, hogy ők aztán abszolút digitális kor gyermekei, tehát egy olyan világban nőttek fel, ahol mindent az interneten keresztül képesek voltak megtapasztalni, sokkal többet annál, mint a korábbi nemzedékek, és sokkal jobban tudják magukat ezen világban valamilyen módon eladni, illetve az információkat megszerezni, és azok közül kiválasztani azt, amire nekik szükségük van. A COVID ideje alatt ők voltak az elsők, akik pillanatok alatt tudták integrálni magukhoz azokat a platformokat, amelyeken keresztül a cégek kommunikáltak. Ők voltak azok, akik gyakorlatilag mondanám, hogy az AI megjelenése mögött ott vannak egyfajta támogatóként, és a lehető legkönnyebben rezdülnek rá ezekre az új megoldásokra, és ők azok, akik valamilyen szinten lehet azt mondani, hogy a work-life balance először értelmezik nem csak egy ilyen hívószóként, hanem ténylegesen úgy is gondolják, hogy ennek jele van, vagyis hogy helye van az életükben. Ellentétben a korábbi generációknál, ahol ez egy nagyon szép, hogy is mondjam, hívószó, de valójában egész más a munkához való hozzáállása a korábbi generációban. Ez pontosan, itt megállnék egy szóra, itt pontosan mit ért ön az alatt, hogy van egy olyan generáció, ami ezt a bizonyos work-life balance, tehát a munkával és a privát idővel eltöltött, vagy privát tevékenységekkel eltöltött idő egyensúlyát komolyabban veszik, mint a korábbi generációk. Ez mit jelent pontosan? Igen. Ez a generáció gyakorlatilag egy olyan világban nő fel, ahol azt tapasztalja és azt látja, hogy ha bérből próbálna ugyanazt az élethelyzetet megteremteni, mint amit a szülei megteremtettek, akkor erre vajmi kevés esélye van, de tovább megyek, mivel azokat az embereket követik és látják, akik számukra úgymond egyfajta ikonként vannak, olyan magasságokban vannak, amit egyszerűen elérhetetlen részükre, ezért nagy többsége ezen generációnak azt mondja, hogy jó, akkor inkább megpróbál a mának élni, abból kihozni a lehető legtöbbet, és nem pedig úgy állni a történetet, hogyha 40 éve dolgozok, akkor majd a 40 év végén lesz egy jó házam, és akkor megteremtettem azt, amit meg kellett, de közben elrepült mellettem az élet. Ezt a hibát nem szeretném elkövetni, mint amit úgymond a szüleim elkövettek. Ugye minden generációban van egyfajta ilyen daszos ellenállás, hogy ő ugyanazt a hibát nem akarja, és a hiba alatt, ezt most tegyük idézőjelbe téve, másként állunk a például mondjuk az anyagi javakhoz, mint mondjuk az elődeink, és innentől fogva van egyfajta ilyen, nevezzük ezt ilyen lázadásnak, de valójában ez nem az. Egyszerűen azt mondja, hogy
hogy csak olyan dologba fektet időt, energiát és hozzáállást, ami számára tetten érhető, kézzel fogható. És éppen ezért nem fog feltétlen mindent elkövetni, mert tudja, hogy vannak alternatívák, vannak lehetőségek, az egész világ előtte van, tehát át tud menni másik munkahelyre, el tud menni az országból, ha kell, hogy jobb helyet találjon magának, át tudja magát képezni, tehát tudja, hogy vannak alternatívák, ellentétben mondjuk a korábbi nemzedékekkel, akinek mondjuk, ha bement egy boltba, akkor is maximum két vagy három verzióból választhatott. Egy mai fiatal már úgy nőtt fel, hogy gyakorlatilag bármilyen formában hozzáfért az adott tudáshoz, az adott információhoz, vagy az adott tárgyakhoz. Most sok forradalmi változásról beszélt, gyakorlatilag ez volt a felütése is a beszélgetésünknek. Igen. Ezek a változások, amelyek meghatározzák az elmúlt időszakot, milyen új tulajdonságokat, képességeket követelnek a vezetőktől? Hát igen, a vezetőknek meg kellett barátkozniuk azzal lehet azt mondani, hogy elképzeléssel, amelyet korábban, például mondjuk a Covid ide alatt történő működés, és az, hogy mondjuk a home office annyira erőteljesen megjelent az életünkben, azon túl, hogy volt nyilvánvaló ennek egy komoly jogi szabályzója, ez nem tudott volna ilyen módon végre hajtódni, mondjuk 10 évvel korábban, mert nem voltak jelen azok a digitális platformok, azok a megoldások, amelyekre támaszkodva egy cég működését fel lehetett volna úgy tartani. És gyorsan hozzáteszem, a home office intézménye azért még mindig inkább egy kisebbségnek, mint sem a nagy többségnek az elérhető alternatívája, hiszen a gyárakban dolgozók, a kereskedelemben dolgozók, a rendőrök, ápolók és a többi is nem mehetnek home office-ba, mert mint olyan a munkájukból adódóan ez egy nem létező megoldás. Viszont azok, akiknek ez elérhető, ott a cégeknek meg kellett barátkozniuk azzal, és integrálniuk kellett a működésükbe azt, és egyfajta bizalmat kellett építeniük a munkavállalóik felé, hogy igen, így is tud működni a cég. És sok esetben lettek pozitív példák, ahol a cég eredményessége jobb lett, ahol a munkavállalók nagyobb örömmel dolgoztak, pont annak köszönhetően, hogy integrálni tudták a home office intézményét. A másik, amit szerintem nagyon fontos megjegyezni, hogy ezen cégek viszont elgondolkoztattak azon, hogy hoppá, nem feltétlen kell nekem hatalmas irodákat bérelni, lehet, hogy nem kell mindenkinek autót adnom, mert nem kell ingáznia úgy. Tehát a költségek oldalán igenis tudtak megtakarítani, míg a másik oldalán még megnyerték azt is, hogy azon munkavállalók elkezdtek hozzájuk áramlani, akiknek fontos volt maga a home office intézménye, és így gyakorlatilag egy pozitív üzenettel érkeztek meg a mai világba, de hát folyamatosan változunk. Most azt lehet trendként észrevenni a cégeknél, hogy azért kezdenek vissza is rendeződni egy kicsit, tehát a home office nem teljes körű home office irányába mennek el, bár mondjuk az előbb említett digitális nomádok például, vagy a freelancerek azok egyébként így dolgoznak, hanem vannak cégek, ahol azt vették észre, hogy azért nem mindenki alkalmas a home office-ra például, ami azt jelenti, hogy nem tudja saját maga idejét normálisan menedzselni. Van, aki ilyen workaholic lett, tehát gyakorlatilag reggeltől estig dolgozik, kiégeti magát, és bemegy és felmond, mert azt mondja, hogy egyszerűen nem volt senki, aki őt fékezze, vagy felügyelje, illetőleg antiszocialissá válnak sokan, mert egyszerűen nincsenek meg azok a fajta személyes kapcsolódások, amelyekre támaszkodva a napi munkáját el tudja végezni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a cégeknek erre is figyelniük kell. Egyre több cég alkalmaz éppen ezért manapság már olyan megoldásokat, ahol a cégbe külsősök bedolgoznak egyfajta ilyen pszichológusként, tanácsadóként, ilyen életvezetési tanácsadókat adva a munkavállalóknak, pont azért, mert kicsit így a szerkezete hullott szét a klasszikus munkahelyi modelleknek, és azáltal, hogy mindenki digitális térbe vonult, azáltal pont, hogy megszűntek azok a mikrokapcsolatok, amelyek elengedhetetlenek a napi működés során.
Hát akkor még erre vissza fogunk térni a következő beszélgetéseinkben. Nógrádi Józsefnek, a Trendwalder csoport kereskedelmi igazgatójának köszönöm szépen, hogy beszélgetett velünk. Mi meg folytatjuk mindjárt a műsorunkat tovább. Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Folytatódik tovább a nagy kép. Itt ül velünk Módla Zsuzsanna, és természetesen Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban. Én Hont András vagyok, az előzőekben pedig szakemberekkel beszélgettünk munkáról, munkahelyekről. Mindannyian forradalmi változásokat emlegettek, akkor most próbáljunk egy kicsikét empatívan közelíteni a főnökökhöz. Nem jelent ez túl nagy terhet nekik? Tehát, hogy olyan változásoknak kell most megfelelni, amelyet nem biztos, hogy meg tud olyan könnyen ugrani egy főnök. Hát biztosan nagy teher vezetőnek lenni. Én mondjuk erről személy szerint azt gondolom, hogy éppen ezért kellene olyan embereknek kiválasztódni vezetőnek, akik elbírják ezeket a terheket. De nem tud feltétlenül készülni arra, ami most jön. Tehát amikor ő kiválasztódott, mint vezető, lehet, hogy teljesen más körülmények voltak a munka világában, mint manapság. Hát ez egészen biztosan így van, de pont a Steigerwald Krisztiánnal beszélgettünk a könyvemben arról. A Krisztián mondja azt, hogy szerintem a legnagyobb hiba, amit elkövethet egy vezető, hogyha a saját minimiét, tehát az ő nem tudom, kicsinyített mását keresi, mert ahogy az előző beszélgető partneretek is említette, hogy általában mondjuk X-esek vezetnek mostanában, vagy vannak vezetői pozícióban, és ugye meg kell küzdeniük azzal a helyzettel, hogy Z-generációs munkavállalókkal kell dolgozniuk. Ezek között a Z-generációs emberek között a Steigerwald véleménye szerint is nem fognak kiválasztódni, vagy kisebb eséllyel választódnak ki azok az emberek, akik olyan értékeket vinnének, mint az X-generáció képviselői. Mert hogy míg az X-generációban, vagy az X-generáció esetében az volt a kollektív megélés, hogy ha dolgozunk, akkor boldogulunk, tehát dolgozz minél többet, annál jobb esélyed van az előrelépésre. Ez már nem valósága az Z-generációnak. Nyilván a megváltozott, tehát a külső tényezők miatt is, de egyébként számtalan más oka is van neki. Tehát amit mondani akarok, az, hogy ez például egy olyan dolog, amire egész egyszerűen alkalmazkodnia, vagy amihez alkalmazkodnia kell a jó vezetőnek. De hát az is különbség az X-generációval kapcsolatban, hogy aki dolgozik, az boldogul, de hát ennek van egy ilyen erőfeltétele, aki dolgozik, az csinál valami értelmeset, míg az előző beszélgetésekből visszaigazolódott az a sok éves sejtésünk, hogy egy főnöknek eleve ki kell találni azt, hogy mi értelme van annak, amit csinálunk. Illetve az is az a feltevésünk, amit pont András kérdezett Kitanics Márktól 2 évvel ezelőtt, hogy a kiégésnek, vagy annak, hogyha valaki nem jól érzi magát egy munkahelyen, az is lehet az ok, hogy nem érti, hogy miért csinálja azt, amit csinál, nem látja a munkája értelmét. Ugye András arra azt idézte fel, hogy régen mondjuk az ember vetett, aratott, látta, hogy mi a tevékenységnek a közvetlen következménye, vagy haszna. Egy mai bonyolult munkahelyen, ahol mindenféle összetett folyamatok vannak, sokszor nem érti a munkavégző, vagy a munkavállaló, hogy azt, amit ő naponta minimum 8 órában akár feszített tempóval csinál, azt mi a fejének de csinálja. Hát nem csak erről van szó, nem? Beléd folytjuk a szót, ne aggódjál, tehát itt mi elbeszélgetünk egymással. Hogy nem látja az eredményét, hanem az, hogy tényleg megkérdőjelezhető, hogy ennek milyen értelme van. Csányi Vilmost fogom idézni, csak azért, hogy ne én húzzam magamra a műkörmesek haragját, hogy a műköröm építésnek mi a lótúró értelme van a fogyasztáson túlmenően, tehát hogy minden áron fogyasztást kell valamilyen módon generálni, és azt a generált fogyasztást meg ki kell elégíteni, ahelyett, hogy énekelnének és táncolnának, mondja Csányi. Parancsolj! Szó fennakadt. Nem biztos, hogy ehhez tudsz kötődni, de hát ez nem is volt feltétel. Hát szerintem
a munka értelmessége, mint olyan, tehát az, hogy a munkámat nem tudom, relevánsnak tartom, az mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy az egyén jól érezze magát a munkahelyén, és egyáltalán akarja csinálni, vagy akarja elvégezni a munkáját. De egyébként a kiégéshez kapcsolódva, amit itt a Robi említett, szerintem ez biztos, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy amikor nem látom a dolog végét, amikor igazából nem szembesülök az eredménnyel, akkor az nem segíti azt, hogy megelégedettséget éljek meg. De nagyon érdekes módon egyébként az is kiégéshez vezethet, ezt a Sote munkatársával, az Akkor Tündével beszélgetünk erről a könyvemben, hogyha valaki nagyon szereti azt, amit csinál, mert hogy ugye ez vezet egyébként ahhoz a túlmunkához, ami aztán egyébként a kiégéshez vezethet szintén. Tehát a vezetőnek az is felelőssége, ahogy az előző interjú alanyatok is mondta, hogy meglássa ezt, hogy ott felborult a munkavállaló work-life balansza, ugye szintén egy gyönyörű magyar kifejezéssel élve. Jó, de az is kiderült az előző beszélgetésekből, amit te is említettél a beszélgetésünk kezdetén, ami aztán szintén Kitanics Márkkal való csevejben került újra elő, a narcizmus kifejezés, mint olyan. Kicsikét van egy ilyen félsz bennem, amikor ezek szóba kerülnek, hogy túl sokat foglalkozunk magunkkal mostanság, ennek következtében nem látjuk a fától az erdőt, vagy magunktól a fát, vagy magunktól az erdőt. De az is egyfajta narcizmus, hogy van, mindent narcizmusként azonosít. Valószínűleg, egyébként igen, de hogy az a fajta elismerési vágy, amely nagyon-nagyon-nagyon mélyen munkál az emberben, azt mennyiben próbálta az elmúlt évtizedekben az irányba terelni, hogy ezt főnökként élje ki, és akkor aztán rányomja a saját egóját a munkatársaira. Te interjúidban mondjuk ez miként köszönt vissza? Hát veled, vagy hozzád kapcsolatban, én megmondom őszintén, én nagyon félek ezt a kifejezést használni amúgy, nem csak azért, mert nem vagyok pszichológus, hanem azért sem, mert szerintem, és itt a Bánki Györgyre támaszkodom, akivel erről beszélgettünk, hogy túl diagnosztizáló társadalomban élünk. Erre céloztunk, igen. Tehát, hogy próbál, tehát ez nagyon jellemző, hogy mondjuk most akkor maradjunk ebben a közegben, ugye a munkavilágában, hiszen arról beszélgetünk, hogy próbáljuk diagnosztizálni a főnökeinket. És ez egy alapvetően nem feltétlenül jó megközelítés, valahol természetes persze, hogy próbáljuk értelmezni a közeget, illetve azokat a dinamikákat, amikben benne vagyunk. De azért alapvetően, szóval azért nem minden narcizmus, ami számomra, hogy mondjam, szuboptimálisan alakul. És azt is szeretném leszögezni, hogy azért a narcizmusnak ugye van egy úgynevezett egészséges vetülete, vagy tehát egy úgynevezett egészséges narcizmus. Ez ugye az a jelenség, amikor az egyénnek van önbecsülése, és azt anélkül képes stabilan tartani, hogy elrugaszkodna a valóságtól, anélkül, hogy lenyomna másokat, képes ugye az együttműködésre, képes az örömre, képes megtartani a határait, de nem rombolni másoknak a határait, és valójában egyébként ezek a, hogy is mondjam, csak attribútumok teszik a jó vezetőt. Tehát szerintem a jó vezető az egyébként alapvetően egészségesen narcisztikus. A másik dolog, amiben még egyszer mondom, hogy tehát én aztán főleg nem szívesen megyek bele, mert nem vagyok pszichológus, de azért az egy alapvető zavar, hogy valaki vonásosan narcisztikus, vagy pedig narcisztikus személyiség zavara van. Az, amit te említesz, András, azok narcisztikus vonások. Ugye ez egyfajta, ez a kirakat berendezés, tehát a kirakat mindennél fontosabb, és az abban való ragyogás. És akkor most akkor válaszolok a kérdésedre. Az én interjú alanyaimban egyéb, vagy az én interjú alanyaim által elmesélt történetek, mert egyébként nagyon gyakran jön ez be, nagyon gyakori megélés, hogy a vezetőik mondjuk úgy
szerényebb képességekkel, akár hard skill, tehát szakmai készségek és képességek hiányában, és mindenképpen erős people management készségek hiányával, de nagyon-nagyon lukratív kirakatot igyekeznek berendezni, és ebben keresik azokat a hát szolgalelkű embereket, akik mondjuk úgy kritikai attitűd nélkül végrehajtják azt, amit előírnak ők. Érdekes, hogy ide kanyarodtunk, mert korábban, mármint ebben a blogban korábban, azon, talán az elején azon gondolkoztam, hogy megkérdezem, hogy hogyan választódik ki mégis egy rossz vezető. Azért egy csomó rossz vezető oda jut, ahol van vezető lesz. És amikor most ide kanyarodott a beszélgetésünk, akkor ezt újra megkérdezem, hogy akkor ennek, akkor ez ezért van? Így tud egy rossz vezető mégis vezető lenni, miközben el tudjuk mondani, hogy mik a rossz vezetőnek a ismérvei, mondjuk a szakmai tudás hiánya, az empátia hiánya, stb. Mégis oda jutott ezért? Tehát, hogy nagyon oda tud figyelni a kirakatra, és nagyon tudja, hogy szokták ezt mondani, nagyon tudja tenni magát? Hát szerintem én inkább abból indulnék ki, vagy inkább arról beszélnék talán nektek, hogy vannak bizonyos strukturális jellegzetességek, amik kiválasztják, hogy úgy mondjam, vagy ahol könnyebben kiválasztódnak a narcisztikus vonású emberek. Még egyszer mondom, nem szívesen használom ezt a kifejezést. Ezek olyan mondjuk kihívásokkal küzdő szervezetek, ahol ilyen kvázi megmentőket keresnek. Tehát olyan, mondjuk nem tudom, egy vállalat, amelyik ugye, nem tudom, többet, tehát mondjuk erős a fluktuáció, vagy nem fejlődik, motiválatlanok a kollégák, tehát különböző határhelyzetekben vannak. Az ilyen helyzetekben sokkal, tehát hajlamosak megmentőket keresni a szervezetek, ugye ezek egyébként nem csak feltétlenül cégek lehetnek, hanem ugye országok is, és olyan, ezek az emberek hajlamosak olyan ígéreteket tenni, amik mondjuk úgy, hogy túl vannak a realitáson, vagy amit egyébként normálisan vállalni lehet. Akkor eleve az olyan helyeken, ahol amikor azt mondom, hogy strukturális jellegzetességek, akkor ilyen még például, hogy az igazságtalanságnak van egy tradíciója, amennyiben is nagyok a hatalmi távolságok, tehát a döntéshozataltól sokan vannak távol. Nincsenek fékek ellensúlyok, kicsi a kontroll, nem átláthatóak igazából a szabályok. Tehát mit tudom én, amikor a vezető vagy az igazi, tehát mondjuk a vezető egy olyan bordot állít maga mellé, vagy maga fölé, amit ő állít össze, tehát az ő ismerőseiből áll mondjuk össze ez. Van ez a konyha köze, ez a fejétől bűzlik a hal, hogy akkor azt is mondhatjuk. Fejétől bűzlik a láb. Egy perc néma vigyázzálás. Na mindegy, szóval, hogy ezek szerint a rossz vezető az a szervezet rossz működésének is valamilyen jelzése, tehát akkor arra következtet, egy rossz vezető jelezheti azt, hogy maga az egész rendszer, a szervezet legyen az egy munkahely, vagy mint mondtad, egy ország, ezt jelezheti? Hát igen, de szerintem ez sokkal bonyolultabb ennél. Tehát, hogy azt mondtam, hogy miért? Nem hiszem, hogy én fogom a bölcsekkövét itt most a kezetekbe adni, de egyszerűen azt mondom, és azt gondolom, hogy ez egy összetett jelenség, tehát igen, vannak strukturális jellegzetességek, amikben könnyebben kiválasztódnak ilyen emberek, tehát léteznek strukturális jellegzetességek, és ezen kívül szerintem valóban létezik az, hogy emberek, olyan emberek ambicionálnak vezetést, akik ilyen, ahogy említettem, lukratív kirakatokat szeretnének berendezni. Én azt gondolom, hogy itt dinamikákat érdemes megvizsgálni tulajdonképpen. Tehát, hogy ezek egymásra hatnak, és ugyanúgy, tehát igen, külső tényezők, amik egyáltalán a világ, amiben élünk. Nekem az nagyon érdekes volt, ahogy a Bánki beszélt, hogy ez a Z-generáció elemzése, az most egy ilyen visszatérő, vagy hogy mondjam, nagyon felkapott téma. Nekem az nagyon érdekes volt, hogy Gyuri mondta azt, hogy az egy
különleges sajátosság ugye ebben a digitalizált világban, hogy ezek a gyerekek úgy, vagy úgy nőnek fel a gyerekek, hogy amihez hozzáérek, az történik. Tehát, hogy nincsen, nem, egyszerűen nem abban a világban élünk, ahol megérnek a dolgok, hanem hirtelen hozzányúlok egy készülékhez, és ott van az a dolog, és előhívom ezt a dolgot. Ez nyilván előidézheti azt, hogy mondjam, hozzájárulhat ahhoz, hogy azt gondolja az egyén, hogy nagyon gyorsan történik mondjuk egy karrier emelkedés is. Tehát van egy percepciós, nem tudom micsoda, eltolódás, vagy változás a percepcióban, amit mondjuk egy analóg generáció másképp élt meg, azt egy digitális működésekhez szokott generáció máshogy él meg, és ezeket a észleléseit az élet más területeire is átültetni, vagy azt gondolja, hogy át lehet ültetni, vagy hogy ott is úgy működnek ezek a dolgok, ha jól értem el. Igen, abszolút. De egyébként tényleg tehát azért a rossz vezetés az olyan dolgokból is kialakult, nem tudom, mennyire ismeritek ezt a Peter Elv nevezetű management elméletet. Életemben nem hallottam, de majd most én is. Ezt akartam mondani, akkor most megismerjük a Peter Elvet. Lawrence G. Peter dolgozta ki még a 60-as években. Ő azt állítja ebben az elméletében, hogy az egyének a hierarchiában mindig a saját inkompetenciájuk eléréséig emelkednek a ranglétrán. Erre egyébként azt a példát hozza fel, hogy volt nekem egy kiváló autószerelő, elképesztően precíz munkát végzett, úgyhogy megtették garázsvezetőnek, most már nem javít autókat pedig ahhoz ért, viszont pocsék abban, hogy mondjam, struktúrában tartsa a garást. Ez egy nagyon jellegzetes és valószínűleg nagyon igaz elmélet. Ez tulajdonképpen abból adódik, szilícium völgyben vannak egyébként erre kísérletek, hogy hogyan oldják meg azt a jelenséget, hogy attól, hogy valaki mondjuk nagyon jó mérnök, egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas egy csapatnak a vezetésére, mert az említett szép magyarsággal people management skilljei maximálisan hiányoznak. Tehát, hogy magyarul egy munkahelyet nem feltétlenül annak kell vezetni, aki az adott munkahelyen végzett munkában a legjobb. Viszont valamennyire kell, hogy értsen hozzá, mert anélkül viszont nem látját, hogy mi történik az adott munkahelyen. Így van, viszont ugye ott van az a probléma, hogy akkor meg mivel jutalmazol, hogyha nincsen előmenete. Ez pontosan. Hát tehát nyilván itt valamilyen egyensúlyt kell. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ez nagyon helyesen üti fel az András, mert hogy igen, ugye alapvetően a mi kultúránkban két dologgal jutalmazunk, egyrészt fizetésemeléssel, másrészt pedig ugye pozícióban való előlépéssel. Egy Kelly Shu nevű hölgy végzett erről egy vizsgálatot, és ő javasolja ezt, hogy talán akkor inkább ugye fizetésemeléssel igyekezzünk jutalmazni, de szerintem ez nem ennyire egyszerű, mert hogy az egyén nyilván vágyik arra, hogy azokhoz az asztalokhoz ülhessen, ahol a döntések születnek. Tehát, hogy azért nehéz ez, mert hogy még hogyha valaki nagyon megmunkált személyiség is, és képes, hogy mondjam, akkora ön, vagy mértéktartásra, hogy azt mondja magáról, hogy én kiváló mérnök vagyok, viszont rettenetesen rosszul bánok az emberekkel, úgyhogy visszaadom ezt a pozíciót, nevezzetek engem, nem tudom én milyen mérnöknek, és emeljétek meg a fizetésemet, de nem lépek előre. Azért ez nem elvárható, hogyha azt úgy tesszük a dolgot mérlegre, hogy az emberek, még egyszer mondom, szeretnének döntéshozói pozícióba kerülni, mert hisznek benne, hogy az ő döntéseik azok hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat, a szervezet jobban működjön. De figyelj, mondok egy sporthasonlatot. Sok esetben a legjobb edzők azok olyan emberek, akik nem a legjobb focisták voltak, viszont elég jó focisták voltak, értik, hogy a foci mitől működik egy csapat, milyen játékosokat kell kiválasztani, milyen módon kell őket összerakni, de ők maguk nem voltak mondjuk top futballisták vagy világsztárok. Kedvenc példám Jürgen Klopp, általam imádott Liverpool edző, aki egy elég jó focista volt, de nem volt zseniális focista, viszont láthatóan jó people management skill-ekkel rendelkezik,
nem volt világsztár, viszont érti, hogy mitől működik a foci. Tehát valószínűleg a jó vezetőnek ilyennek kell, aki viszonylag jól érti az adott szakterületet, nem kellett, hogy abban zseniális legyen, de amikor vezetői pozícióba kerül, azért érti, hogy kit kell jutalmazni, kit hova kell rakni a csapatban, hogy ezt a másik által nagyon kedvelt kifejezést tehát mondjam. Akkor Robi megszült ezt a dolgot, tehát a jó vezető az ilyen relatíve jó focista. Szerintem itt szakítsuk meg mindent, ez legyen a vége. Jürgen Klopp, kész, megvan a megfejtés. Jó, nem mondok erre semmilyen vasasos példát, de akkor legyen az, hogy... Rudi bácsi. Hát igen, de ő focistának is zseniális volt annak ellenére, hogy az egyik lába az hosszabb volt, mint a másik. Így van. Akkor a jó vezető az jó focista. Ezzel zárjuk sorainkat, maradunk tisztelettel kelt, mint fent. Nem, a munkáról, munkahelyekről és vezetésről beszéltünk, illetve pokoli főnökökről az elmúlt másfél-két órában. És a ezen túlmenő azért annyi tanulság valószínűleg van, hogy nem csupán a munkában jelentős kérdés, az talán minden eddiginél fontosabb, hogy milyen vezetők vannak. Tehát azt gondoljuk, hogy a dolgok azok mennek maguktól vezetők nélkül, azt hisszük, hogy a fejlődés, a közösségi lét, akár a életünknek a mikromanagementje, ez működik vezető nélkül, de nagyon úgy néz ki, hogy nem működik. És vezetőkre van szükség, vagy vezetőkre is szükség van. Jó vezetőkre. Jó vezetőkre. De egyébként igen, akkor még egyet, hogy csak ne tudjam lezárni a műsort, hogy amennyiben nincsenek jó vezetők, akkor meg lesznek helyettük rossz vezetők. Tehát nem lehet ezt olyan módon kiszuperálni az életből, hogy akkor inkább ne legyen semmilyen se. Na ez volt a nagy kép. Hétköznapi dolgokról beszélgettünk az elmúlt két órában. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. Németh Róberttel és Modla Zsuzsannával búcsúzunk.